ígér. Köszönöm. Fordulat. És éppen 5000-en vagyunk a Szabadság hídján. Azért jöttem, hogy győzelemre hívjam benneteket. A Demokratikus Koalíció őszi politikai évadnyitójára megyünk, az eseményen beszédet mond Vadai Ágnes és Gyurcsány Ferenc is, de az egész rendezvény a kulturális műsorral kezdődik. Ezzel a számmal a Paddő Mesterházi Attilának és az MSZP-nek üzent, ami a héten kosarazta ki a Demokratikus Koalíciót. Gyurcsány Ferenc elmondása szerint politikai harakirit követelt volna tőle az MSZP a szövetségért cserébe. Nagyon rosszul tette a Mesterházi Attila, hogy így zárta le ezt a tárgyalást. Hát ahogy viselkedett a Mesterházi, hát ne vicceljem. De ugye, hogy kikötötte, hogy Gyurcsány Ferenc ne induljon se listán. Így van. Beképzelt hatalomvágyó, pontosan olyan, mint az Orbán, szerintem kész. És mit jósol, milyen esélyei vannak a Demokratikus Koalíciónak? Ha ennyire széttagoltan fognak indulni, nagyon kevés. De jó lenne, hogyha összeállnának az MSZP-vel? Nem. Ön azt mondja, hogy nem. Én azt, hogy nem. A Klubrádióban A38-as hajóról vagy hol valaki, aki statisztikával foglalkozik, mondta, hogy a DK nélkül nem nagyon van esélyük. Bejut a parlamentbe? Hát remélem. Szerintem van esélye. Van esélye az 5%-ra. Nagy harcos. Hölgyeim és uraim, Gyurcsány Ferenc! A Demokratikus Koalíció soha nem fogja a programot adni nektek, ami azt mondja, hogy egyezzünk ki Orbánnal. Nincs kiegyezés Orbánnal. Orbánnak mennie kell. Dehogy nem, a végén biztos lesz. Végén. Sorba áll a miniszterelnök úrhoz. Éppen. Ne szerettem volna menni, de nem engedtek. Ja, és miért szeretne bemenni? Egy pusziért. Most operálták a gerincemet, és nagyon jó gyógyulást hozna nekem az ő puszia. Neked van csinálva? Láttuk, hogy ajándékot hoztak a miniszterelnök úrnak. Mit hoztak neki? Hát, nem is tudom. Nem kellene mondani, most vagy a gyerek jobb alagöre. Itt gyerek jobb. Menjünk inkább előre, nem szeretnék. Nem mondják-e? Hiányoztak a fiatalok most erre? Hát kevés a fiatal, de aki fiatalon vannak, azok viszont így ránézősül, képzettek, értelmesek. Mi szabad ország, szabad polgáraiként kívánunk élni, ne adjátok oda a szabadságotokat 1 kiló kenyérért. Mert ma elveszik a szabadságot, és aztán holnap a kenyeret is. Ígérni csak szabadságot és tisztességet tud a Demokratikus Koalíció Magyarországnak. Mert megtanultam a leckét. Az igazság érzete a Gyurcsánynak nagyon nagy, úgy érzem én, és ez nagyra becsülem tőle. És én mondjuk, meg a másik, ami nagyon-nagyon megragadott, az oktatás. Nem akarom, hogy ezek tanítsanak erkölcsöt a gyerekeimnek, mert erkölcsösebb vagyok, mint bármelyikük. Az egyetlen tisztességes politikusnak tartom a Gyurcsány Ferencet. Igen. Az egyetlen. 7 évvel ezelőtt mondtam egy beszédet. Híres lett. Egyenes beszédnek szántam. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó 1,5-2 évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Pont most hétfőn idézett az ő összedi beszédéből Orbán Viktor. Nyugodtan idézett, de akkor idézem majd leginkább, amikor már meg is értette. Nem volt még politikus, akit Jézus Krisztus óta annyira gyaláztak volna, mint őt. Ugye mindenki tud 100 forintból 80-at, ő meg tud 80-ból 100-at. Pénz nélkül nem megy Magyarország semmire. Hát hiába lobogtatom én az ászlót, ha nincsen pénz. Hát éhes gyomorral nem lehet a himnuszt énekelni sokáig. Több szabadságot a vállalkozásnak, több megbecsülést, több tisztességet a munkásnak. Senkitől nem hallottam azt, hogy mi baja a Gyurcsány politikájával. Kitalálnak mindenfélét, hogy gazdag, hogy a devizahitel, meg könyörgöm. Nem az a baj inkább, hogy egy eléggé megosztó személy, főleg az őszödi beszéd után? Hát, nézze, én nem mondanám, hogy megosztó személy, mert hát, akinek nincsen véleménye, nem tud harcolni dolgokért, nem tud kiállni, az nem megosztó személy. Hiszek azoknak, akik egyenesen beszélnek, szívükből, szenvedélyből. A szenvedély nem indulat, nem harag, hanem az életünk. Mi mással élnénk a szerelmünket, a vágyainkat? De egy politikus
Nem azért politikus, hogy szeressék. Hát ha szeretni akarnának, hát a 19 éves lányok lennének a pártvezetők. Aki hideg és langyos, az üljön föl a gázsütőre. Hölgyeim és uraim, még a nap is kisütött felettünk. Jó voltál felett. Gratulálunk. Nagyon igaz, őszinte beszéd volt. Szenvedélyes volt, és úgy látszik, ez kell. Csodálatos volt, és én nagyon örülök, hogy eljöttem. Én a szolidaritáshoz tartozom, és a bajnai féléhez, ugye, mert összeállt, de csak a mai napig.